Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit! Letették az alapkövét a Bonyhádi Ipari Park következő fejlesztésének. A 3,5 hektáros területen a tervek szerint 4 üzemcsarnok épül, valamint elkészül a terület infrastruktúrális fejlesztése is. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, Bonyhád és környéke Tolna megye egyik legdinamikusabban fejlődő része. Ez az alapkőletétel jelenti Bonyhád gazdasági növekedésében a következő szakasz első lépését. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, Bonyhád a régió egyik legdinamikusabban fejlődő városa volt az elmúlt időszakban. Ezt jól jelzi, hogy alig akadt olyan, aki munkanélkül maradt. A Bonyhádi Ipari Parkról szólva az államtitkár kiemelte, az összefogás eredményével jöhetett létre és fejlődött tovább. És az új területek kijelölésével és kialakításával lehetőséget teremtettek a betelepülőknek, a megfelelő gazdasági környezet adta lehetőségek közepette vállalkozásuk fejlesztésére. 2005-ben nyerte el Bonyhád városa az Ipari Park címet. 8-9 évig látványos változás nem történt, de 14-ben le tudtuk tenni az első csarnoknak, az első beruházásnak az alapkövét, és azóta több mint 500 ember dolgozik ebben az ipari parkban. Most a járvány okozta gazdasági válságban, nehézségek mellett is a bonyhádiaknak nem az a válasz, hogy meghátrálnak, megfutamodnak, abba hagyják a tevékenységüket, hanem ellenkezőleg újabb fejlesztésekbe kezdünk, és 4 ipari csarnoknak az alapkövét helyeztük el a mai napon. Ide 480 millió forint uniós támogatást magyar kormány támogatásával tudtunk, és a Tolna megyei önkormányzat segítségével újra bevonni. Nagyon reméljük azt, hogy mivel ide ezekbe a csarnokokba, illetve ezekre a telephelyekre Bonyhád vagy Bonyhád környéki vállalkozások telepednek, és egyébként a kivitelezést is ők segítik, ennek az is lesz a következménye, azok, hogy a tevékenységüket ők tartósan képzelik el, és bármilyen nehézség lesz majd a későbbiekben, nem mennek el, hanem mindig is ezt a várost és ezt a környéket és Tolna megyét fogják erősíteni. Akármennyire is jelen van a vírus veszély életünkben, már eljutottunk ahhoz a pillanathoz, amikor meg lehetett állni és közösen ünnepelni, mondta Filoni Ferenc Ibolya, Bonyhád polgármestere. Fontosnak tartom azt, amikor megállunk egy pillanatban, és végig gondoljuk, hogy milyen munka és milyen elvégzett folyamat van a hátunk mögött, hiszen ez a projekt, amiből megvalósul részben, egy 2016-os pályázatnak köszönhető, és ez már 4 esztendővel ezelőtt volt, és az elmúlt 4 évben nagyon sok minden történt annak érdekében. Nagyon sok kitartó és áldozatos munkával, együtt gondolkodással, hogy ez egyáltalán megvalósulhasson, hiszen számos akadályt és problémát kellett időközben leküzdenünk. Másrészt már az építkezés is, mint említettem, és mint látható, hogy zajlik itt a hátunk mögött is, már az első csarnoknak az acélszerkezete is elkezdődött az építéssel, de talán erre a pillanatra ma érdemes volt megárni. Nem önmagában egyedül tudtuk ezt a komoly beruházást megindítani, ezért is hozta létre közösen 51%-os többségi tulajdonnal Bonyhád Város Önkormányzata a Bonyhádi Ipari Park Kft-t, amelyben több cég és vállalkozás még a tulajdonostársunk, akik a meglévő csarnokokat fogják üzemeltetni és bérelni az önkormányzattól, és az ő jelentős szerepvállalásukkal és az önerő hozzájárulásával működtek közre a projekt sikere érdekében, hiszen a 480 millió forintos elnyert támogatás mellé a teljes beruházás összköltsége több mint 800 millió forint, a hiányzó kettő közti különbséget az ő befizetéseik adták. A 4 évvel ezelőtt megpályázott projektben, amit említettem, uniós forrásból, magyar kormánynak a támogatásának köszönhetően megyei önkormányzat közreműködésével sikerült elnyernünk. A jelentős önerők befizetésével valósulhat meg így egyben ez a projekt, és ez azért is nagyon fontos, mert egy önkormányzatnak, aki felelősen és tudatosan építkezik és gondolkodik, annak nem elég, persze elengedhetetlen, hogy minden egyes külső forrást megpróbálni demonzani a városba, és elnyerni egy-egy támogatást, hogy azzal is gyarapodjon, gazdagodjon a települése, jelen esetben a mi városunk Bonyhád, de az önkormányzatnak valamennyire a saját lábán is
jó lenne, ha minél stabilabban meg tudna állni, és ez a projekt, ez erre is kiváló példa, hogy ez a cél is itt tud erősödni, hiszen a megvalósuló beruházás révén nem csak maga az iparterület bővült 3,5 hektárral, hanem az ide betelepülő új vállalkozások, illetve már meglévő vállalkozások új telephelyeket is létesítenek, és az adóerőképességét is növeli a városnak, az ide települő gazdasági társaságnak a befizetése, és nem utolsó sorban, ami ma szintén újra nagy hangsúlyt kapott, új munkahelyek is jönnek létre. Többször elhangzott már a Tolna megyei önkormányzat szerepvállalása a beruházásban. Orbán Attila, a megyei közgyűlés alelnöke azt erősítette meg, a beruházás egy kiinduló pont, melynek hatásait hosszú távon élvezi majd a város és vonzás körzete. Eddig is úgy gondolkodtunk, hogy a megyének az a fő feladata, hogy a településeket segítse az egyes fejlesztések kapcsán, kulturális és egyéb programok mellett a legnagyobb kihívás számunkra az, és a legfontosabb feladat az, hogy olyan fejlesztések történjenek, ami hosszabb távra is a megye életébe egy pozitív hatással van. Hogyha most ezt az ipari park bővítést nézzük, akkor azt látjuk, hogy ha ehhez hasonló beruházások történnek, ez mindenképpen Bonyhádnak az adó bevételek és más kapcsán több évre meghatározza a további fejlesztést. Olyan ez, mint amikor bedobunk egy követ a vízbe, tehát nem csak azt kell látni most, hogy itt valami történik, és bővül az ipari park 3,5 hektárral, és megépül 4 új csarnok. Ezek kiinduló pontok, de ez az adóbevétel, munkahelyek teremtése, az embereknek a helyben tartása nagyon sok pozitív hatással lesz a településre nézve. És minél több ilyen beruházás történik megye szinten, annál erősebb lesz a megyénk. Sebestyén Miklós, a Bonyhádi Ipari Park Kft. Vezetője arról szólt, olyan munkálatok készültek el ez idáig, amelyek a terület infrastruktúrájában növelték. A területi teljes infrastruktúrális fejlesztésen fog átesni, ami azt jelenti, hogy teljes közművesítettség fog megvalósulni, új bekötőút és új közút csatlakozás az elkerülő útról, és gyakorlatilag a 4 csarnok elhelyezkedése az egy elalakú formában történik, aminek a belső oldalán további közvetlen infrastruktúrával ellátott területeket fog majd adni, és lehetőséget arra, hogy itt akár több hektáron is megvalósuljanak szándék szerint, akár több vagy különböző méretű és igényszintű új ipari területek. Én abszolút abban gondolkozom, eddig is abban gondolkoztam, hogy csak úgy lehet bármilyen célt elérni, akár közösségi, politikai, oktatási, kulturális vagy gazdasági sikert, hogyha az itt élő emberek összefognak, együtt gondolkoznak, együtt határozzák meg a célokat, és utána együtt is valósítják meg. Ebbe egy kovásznak mindig az önkormányzatnak kell lenni, akár tesz bele forrást, akár nem tesz bele, de én úgy gondolom egyébként, és itt is az van, az ipari parkban is az van, hogy az önkormányzatoknak, gazdasági szerepvállalóknak is kell lenni azért, hogy példát mutassanak, és előre menve ők húzzák a többi vállalkozást is. A beruházás befejezése 2020 év végére várható. A területfejlesztési operatív program forrásának köszönhetően 400 millió forintból 2 az oktatással összefüggő épület korszerűsítésébe kezdett Bonyhádváros. Mindkét épületben jelentős energetikai korszerűsítés zajlik, mely a tervek szerint az iskolaév kezdéséig be is fejeződik. Sem esztétikailag, sem pedig energetikai értelemben nem nevezhető korszerű épületnek. Nem véletlenül erre esett a városvezetőnek a választása, hogy ez az épületet ideje felújítani. Ezt a 80-as évek építészeti stílusát idéző épületet minden bonyhádi kisdiák vagy egykori kisdiák ismeri, hiszen itt készült a mindennapi ebédjük. Konyha épületére a 40 éves technológiának köszönhetően már régen ráfért a felújítás.
Bár a vírusjárvány idején is ellátta a feladatát, hamarosan sor kerül a korszerűsítésre. És ugyancsak megszépülés, ami talán még fontosabb, energiahatékonyságában jelentősen modernizálódik majd az egykori kettes iskola is, amelyben már régen nem az általános iskolások gyarapítják tudásukat, de oktatási célokat szolgál. A korszerűsítések pénzügyi alapját a területfejlesztési operatív program biztosította. Egy úgynevezett energetikai épületkorszerűsítési topos pályázat keretén belül Bonyhádon a Bonicom Nonprofit Kft. 2 épület felújítását végzi napjainkban is. Egyik ilyen épület a mögöttem látható Jókai utcai szakképző iskola épülete, a másik pedig a fájlakótelepen található ifjúsági étterem. Az ifjúsági étteremnél még nem kezdődtek meg a munkálatok, előkészítő fázisban vagyunk, ugyanis megvárjuk a tanév végét, addig az ottani konyha üzemel, azt követően állunk neki a munkálatoknak. Mindkét épület esetében az energetikai korszerűsítés 5 nagy témakört ölel fel. Egyrészt a legkorszerűbb követelményeknek megfelelő nyilázárókat fogjuk beépíteni, a régieket cseréljük ki, mind alumínium, mind pedig műanyag tokozatról beszélünk. Az épületek teljes homlokzati felülete, illetve a lapostető szigetelésre, hőszigetelése meg fog történni. Napelemeket helyezünk el mindkét épület tetején, illetve fűtéskorszerítés keretén belül pedig a kazánok cseréjére is sor kerül, illetve különböző kisebb-nagyobb csővezetékeket is pótlunk, és végezetül villamos hálózatnak a korszerűsítése, villámvédelmi rendszer utólagos beépítésére is sor fog kerülni. A kivitelezés eredményeként sokkal olcsóbban lehet majd üzemeltetni az épületeket, mondta Farkas Attila. Egyébként ez a felújítás, a két épülete vonatkozóan 400 millió forintos nagyságrendről beszélünk. Nagyságrendileg 400 nyilázáró cseréjére fog sor kerülni, 30 kilovattos napelem teljesítményekről beszélünk, és a legkorszerűbb kazánokat fogjuk beépíteni. Bár a szerződés megengedő, mondja a Bonicom ügyvezetője, úgy tervezik, a tanév kezdetére birtokba adják a gyerekeknek az iskola és az ebédlő épületét is. Arról, hogy a konyha technikai fejlesztése mikor és milyen körülmények között zajlik majd, még nem áll információ rendelkezésre, de bizonyos, hogy a külcsi megújulását ez is követni fogja. Munkagépek dolgoznak a Bonyhádi József Attila utcában, melyre igencsak ráfért a felújítás, hiszen a mostani burkolatokat a 70-es évek elején rakták le, a munkálatok során a közműrendszer is korszerűbbé válik. Munkagépek, lezárt utca, felszedett járda. Ilyen képet mutat a József Attila utca. Az átmeneti kellemetlenséget azonban az itt lakók nem bánják, hiszen 50 év óta ugyanazt a térkövet koptatják, arról nem is beszélve, hogy a földben futó közművek állapotára is ráfért a felújítás. A belügyminisztériumhoz benyújtott nyertes pályázat után a város úgy döntött, még 2019-ben forrásokat biztosít a munkálatokra. Ennek keretében nem csak az útburkolat újul meg, hanem alatta a vízi közművezetékeket is megújítjuk. Az utca az 1970-es évek elején épült, ilyen betonelemes burkolattal, és alatta az ivóvíz és a szennyvízvezeték, mely mára már igen elavult volt. Sajnos több alkalommal volt csőtörés, ami megnehezítette a közlekedést meg az itt élők életét. Ezért döntött úgy a képviselőtestület, hogy nem csak az útburkolatot, hanem a vízi közműveket is kicseréli az utcában. A korábbi években is szóba került ez, azonban nem találtunk pályázati lehetőséget. Tavaly augusztusban a belügyminisztériumtól 30 millió forintot nyert az önkormányzat az útnak a felújításáról. A beruházás teljes összege 126 millió forint. Ennek körülbelül kétharmadát teszi ki az út és járdaburkolat felújítása, és a maradék egyharmad pedig a vízi közműveknek a rekonstrukcióját teszi ki. A beruházás költségvetéséből hiányzó összeget Bonyhád város saját költségvetéséből fedezi. Térköves burkolat készül, mind az út, mind a járdára. 280 méter hosszú az út, 3 méter 70 centi széles, a járda az pedig egy ilyen 1,52 méter szélesség közötti változó szélességű. A kivitelezési munkákat április 22-én kezdtük, első ütemben az ivóvízvezeték cseréje és a bekötővezetékek cseréje történt meg. Ezt követően ezen a héten kedden kezdődött a szennyvízvezeték rekonstrukciója, illetve az útburkolat bontása. Ennek az ütemnek az elején, itt az I.S. Gyula utcáig történt a bontás és a rekonstrukció, majd így haladnak a
Percel utcától fölfelé, a Kossuth utca felé három szakaszban. Az átmenő forgalmat már az elejétől teljesen kizártuk az utcából, az egyes ütemben a lakók még tudtak közlekedni az utcában. Ebben az ütemben a Kossuth utca felől Zsák utcaként a lakók még behajthatnak, azonban, hogyha itt ez az első egyharmad elkészül és haladnak fölfelé, már a forgalom teljes kizárásával tudnak csak dolgozni. A szerződés szerint november 30-ára 338 négyzetméternyi járda és 1421 négyzetméternyi új útfelület készül el. Ami nehézséget okoz, az az útlezárások idején a háztartási hulladék szállítása, de a lakók és a kivitelező munkatársainak megállapodása alapján az utcabeliek és a dolgozók a terület elejére és végére kihordják majd a kukákat. A vírusjárvány visszaszorulása magával hozta a nyári táborok megszervezésének lehetőségét is. A Bonyhádi Sportcentrum harmadik éve szervezi meg a sporttábort, melyre már a tél folyamán érkeztek az első jelentkezők. Ezek a felvételek az elmúlt évek sporttáborainak eseményeit rögzítik. Láthatóan a résztvevők nagyon élvezik a lehetőségét, hogy sokféle mozgásformában belekóstolhassanak. Még a vírusjárvány megjelenése előtt elkezdődött a szervezés az idei programra. És félő volt, hogy bár szépen jöttek a jelentkezések, elmarad a tábor. A jelenlegi helyzetben azonban már biztosan megtelik a Bonyhádi sportcsarnok. Remek esemény, imádjuk, nem csak a résztvevők, hanem mi is, szervezők. Szülők és a gyerekek már várják, és már télen akarnak erre jelentkezni. Ez nagyjából úgy néz ki, hogy napközis jelleggel, tehát az azt jelenti, hogy 8-kor a szülő leadja a gyermekét, este 16 óra körül érte jön, vagy délután, és mi addig itt el vagyunk vele. Mozgunk, sportolunk, túrázunk, focizunk, röplabdázunk, kézilabdázunk, és strandra lemegyünk fürdeni, úgyhogy ez igazából egy nagyon tartalmas program. A célunk ezzel az, hogy a nyári szünidőben a szülőknek egy kicsit segítsünk a gyermekfelügyeletben. Ugyanakkor az is cél, hogy a gyerek holtfáradtan érkezzen haza, ne legyen már kedve semmihez otthon, ne legyen kedve rosszalkodni, idegesíteni a szüleit, úgyhogy így telnek a mindennapjaink itt a sporttáborban. Van a tábornak egyfajta utánpótlás kutató arca is. Olyan ez, mint egy sportágválasztó. Volt már rá példa, hogy valaki eljött ide a táborunkba, és utána kezdett el például kézilabdázni, mert annyira tetszett neki a bemutató edzés. És igen, ez kicsit egy sportágválasztó, az első és másodikos gyerekek annyira még nem ismerik ezeket a sportágakat, hogyha leginkább itt a strandlabdáról vagy a strandlabdarúgásról beszélünk. A különböző korosztályokat nem lehet összeengedni, hiszen másképp focizik vagy kézilabdázik egy negyedikes, mint egy hetedik osztályos. Ezért is alkalmazunk szakképzett edzőket, illetve pedagógusokat, akik foglalkoznak velük. Ugye délelőttönként vannak a szakedzések, testnevelő tanárok és oklevéllel rendelkező edzők tartják a gyerekeknek a délelőtti foglalkozást, és délután, egy jó kis ebéd után szoktunk számháborúzni, vetélkedők vannak, kézműves foglalkozások, pingpongozunk, sorversenyeket tartunk, igazából mindent csinálunk, amihez kedvünk van. Állandóan folyamatosan csörög a telefon, írják az e-maileket, hogy mi is szeretnénk jönni. Ugye ez a 2020-as év ilyen szempontból egy különleges, hiszen a járványhelyzet miatt most a szülők különösen le vannak terhelve. Itt kevesebb a szülőknek már a szabadság, úgyhogy én azt gondolom, hogy az idényre megtervezett két sporttábort, azt teljesen meg tudjuk tölteni. Az első az július 13-ától 17-ig fog tartani, a második augusztus 3-tól 7-ig. Minimum 15 fővel tervezzük elindítani a tábort. Én azt gondolom, ismerve a mostani helyzetet, hogy azért ennél jóval többen lesznek. A szülő, aki egy ilyen táborba elhozza a gyermekét, szentségtörés is lenne, hogyha idehozná valami kommunikációs eszközzel. Tehát ha ilyenre sor kerülne, akkor nyilván elvennénk tőle, és a nap végén visszakapná. A Tornatáj Televízió által meghirdetett amatőr zenekarok bemutatkozását segítő kezdeményezésünkre érkezett Guzorán Ferenc klipje. A Bonyhádi ABS zenekar frontemberének dalával zárjuk a Bonyhádi Naplót. Simon.
Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!